Idén erőteljesebb lehet az influenza szezon. Éppen ezért azt javasolják a lakosságnak, hogy minél többen oltassák be magukat az influenza ellen. Hát egy az, hogy nagyon sok emberrel találkozok, meg járom Európát, és hát 60 éves korom óta már rendszeresen fölveszem. De hál' Istennek nem is voltam még influenzás. Mivel a szezon még nem kezdődött el, még van időnk igényelni a vakcinát, és az immunitás is ki tud még alakulni időben. Mindenféleképpen beadatnám, mert egyrészt a korom miatt, másrészt pedig a védelem azért már tavaly is beadattam magamnak, és tényleg nem voltam egész télen influenzás, tehát semmi gondom nem volt vele. Minden most per pillanat szerintem már az oltás előtt elkaptam, úgyhogy majd ha betegségből meggyógyultam, akkor utána mindenféleképpen jövök a doktor úrhoz. A közelgő influenza szezon ellenére nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy még mindig nem ért véget a koronavírus járvány. Fontos előrelépésnek számít viszont, hogy már Magyarországon is elérhető az Omikron ellen is hatékony védőoltás, az új vakcina. Egy virológus szerint a kockázati csoportba tartozóknak ezt mindenképpen érdemes lenne beadatniuk. Arra is van lehetőség, hogy a koronavírus fertőzés és az influenza elleni védőoltást egyszerre kapjuk meg. Ilyenkor az egyiket a bal, a másikat pedig a jobb karba adják. A virológus azonban úgy véli, a legjobb, ha legalább 2 hét eltelik a 2 védőoltás között.